Szép leányok, ne sírjatok! Mészáros Márta filmjét 1970-ben mutatták be a mozikban. A főszerepben Zala Márk, Jaroszláva Sallerova, Blaskó Péter és Balázsovics Lajos. A film dalait Szörényi Levente, Frenreis Károly és Orszácki Miklós szerezte. A fehér ing és nyakkendő még kötelező volt, csak az a baj, hogy egy idő után, ahogy múlt az idő, hát a pénzünk nem volt öltönyre, az érettségi öltöny meg egy kicsit már kezdett szűk lenni. 1970-ben akkor forgattuk a Szép lányok, ne sírjatok című filmet Mártával, Mészáros Mártával, és ahogy visszaemlékszem az eltelt 50 évvel ezelőtti történésekre, nagyon jó hangulatú forgatás volt, és sokat nevettünk, meg rengeteget bicikliztünk, sok biciklis jelenet volt a filmben, és akkor bicikliztünk. Döntően a 13. kerületben, Angyalföldön forgattunk, a lángépgyárba, a lángépgyár kultúrházába, aztán mentünk le vidékre is, és ott is fölépült egy kis színpad, ahol nem is tudom, már talán épp a Kex együttes játszott, és hát ugye ez egy életérzésről szól ez a film, az akkori 20 éveseknek az életérzése, munkás környezetben játszódik, munkás fiatalok állnak össze, és aztán együtt dolgoznak, és akkor ma úgy mondjuk, hogy bandáznak, elmennek lányok után, meg hangversenyre, és volt ifi park, akkor még működött az ifi park, aztán hosszan bezárták, most felújították, és ott is volt forgatás, ott is játszott egy zenekar. Ha jól emlékszem, a Sirius, a Metro, az Illés, a Kex együttes, Baksasós Jancsi rohangászott ott a csíkos nadrágba, emlékszem, mint frontember, és nagyon-nagyon jó hangulat volt. Zalatnai Sarolta énekelt, lányok, ne sírjatok, nagyon-nagyon jó volt. Ne sírjatok, lányok, az első közös munkánk a Mártával, Mészáros Mártával, ugye a Holdudvar volt, és a következő volt a Szép lányok, ne sírjatok. A Szép lányok, ne sírjatokban én a végül is egy negatív figurát, ha szabad ilyen klasszikus kifejezéseket használni, játszottam. Ez a Hernádi Gyula ötlete volt, hogy a Lajos Ádám pozitív hősöket játszik a Jancsónál, a Sára Sanyinál, a Makkarcsinál, és így tovább. Tehát akkor kéne egy negatív figurát is játszani. És a Márta hajlott arra, hogy én egy idézőjelbe rossz embert játszak. Egy ilyen szerelmi háromszög volt, hogy a kislány a Zala Márkba volt szerelmes, és viszont, és akkor jött egy elcsábítás, a Balázsovics Lajos, aki egy zenészt játszott, ha jól emlékszem, az elcsábította a kislányt, és ebből valami feszültség, elég erős feszültség támadt, tehát a történetnek ez volt a gerince. Ez a ominózus film, tehát a Szép lányok, ne sírjatok film, az eredetileg is arra készült, hogy azért, hogy közösen írtuk a forgatókönyvét, ez tulajdonképpen az Illé zenekarról szólt volna. Tehát így mentünk bele a dologba, és így készült el a forgatókönyv, és a jelensorok meg miten, tehát majdnem minden kész volt. Hát egy probléma volt, hogy kiengedtek minket Angliába. Hát ezt nem véletlen mondom így. Mert ha nem engedtek volna ki, akkor megúsztunk volna egy letiltást. Igen ám, de ott volt a forgatókönyv, a jelenet sorra, mit tudom, stb. És már indult volna a felvevőgép, és a Márta beszaladt a célhoz, hogy akkor hát ezt nem lehet csinálni, hát mi, meg hogyan, meg mi, és a cél hajthatatlan volt. Velünk rosszat tettek, de a műfajjal jót tettek, mert csomó zenekar a Kextől kezdve a Tolcsvai Trióig, ők játszották el a filmet. Egy ilyen üres házba forgattunk valahol Angyalföldön, ahol egy lakásba ottan átvettük a hatalmat, és akkor jött a rendőrség, Bújtor Pista, és akkor kizavartott bennünket, rendet teremtett. Zalatnai Saroltával forgattunk ott egy ilyen esküvő jelenetet, amikor a Zala Márk elveszi a kis fiatal színésznőt, egy cseh színésznő játszott, a Járka Sálerova.
akkor olyan 14-15 éves lehetett, aranyos kis lány volt, ő mamája mindig fogta a kezét, hogy ott nehogy baj legyen vele a sok fiú között. Egy a lényeg, hogy akkor ez a film, ez a filmzenénkkel és a számainkkal és a különböző zenekaroknak a jelenlétével ez végül is mozikba került, és ez jó volt.